Alapvetően azt kell rögzíteni, hogy a közép-európai részvételi arányokhoz képest Magyarország jobban teljesített, és ezen belül, hogyha nézzük a Tatabányai választókerületet, akkor elmondható az, hogy a részvételi arány az 27-28% között fog véglegesítődni. A különböző pártlistákra leadott szavazatok figyelembe vételével az mindenképpen figyelemre véltó és számunkra kedvező, hogy az április 6-ai eredményhez képest közel 10%-os javulást tudtunk elkönyvelni. Ez abból a szempontból fontos, hogy az elkövetkezendő 2014-20-as Európai Uniós források felosztásánál milyen súllyal, lobby erővel tudunk megjelenni a Tatabányai választókerületben. Köszönet ezért a választóknak, hogy megerősítették ezt a lobby erőt, érdekérvényesítő erőt, amit igyekszünk majd ki is használni annak érdekében, hogy valamit tudjunk is profitálni abból a fáradtságból, elkötelezettségből, amit a mai napon, május 25-én a választókerület szavazópolgárai azzal, hogy részt vettek a választáson, kifejtettek. Számított ilyen arányú győzelemre? Én olyan 42-43%-ra tettem a listás eredményünket, ugyanakkor a mozgósításunk a mai napon mondjuk úgy, hogy a várthoz képest is jobban sikeredett, és ennek mások viszont nem tudták elvinni a szavazótáboruk magját, és ennek következtében a mi eredményeink azok jelentős mértékben javultak a másfél hónappal ezelőttihez képest. Tehát mi elégedettek vagyunk.